Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ. Tegyük fel a kezünket, ha nem vagyunk elégedettek. Jó, köszönöm szépen, tehát nem vagyunk elégedettek. Mi baj van a világ alakulásával? Sokkal több jó dolgok kellene lennie benne. Sokkal többet kéne gondolkodni az embereknek. Értem. Tehát van baj. Van baj a világ alakulásával. Na nézzük meg, hogy mi ebben a kérdésben mit is csinálunk, jó? Mi az aranykor eljöveteleért azt szervezzük, hogy aki szeretné, hozzájuthasson az a tudáshoz és képességekhez, ami képessé teszi a szeretetteli boldog élet elérésére. Hát akit érdekel az, hogy szeretne szeretetben, békében és boldogságban élni, annak van egy akadémiánk, úgy hívják, hogy Nyílt Akadémia, amely által elsajátíthatja az ember és az életismeretnek, az élethelyzetek helyes kezelésének, a problémák megoldásának, megelőzésének, a célok megvalósításának tudását és módszereit. Továbbá azért, hogy képes legyen alkalmazni a tudást, van egy másik szervezet, úgy hívják, hogy PPH, ahol megkaphatja a gyakorlat megszerzésének lehetőségét. A hátterünk a PPH, amely 24 éves magyar szervezet, és egyedülállóan 4 különböző területen lett piacvezető, és annak a tapasztalata alapján működünk. Mindennapokban használható boldog élethez vezető tudást a Nyílt Akadémia coach képzései által juttatjuk el az emberek számára. Mit érdemes tudni erről a szervezetről? Ma Magyarországon a legnagyobb coach képző szervezet. Mi az a coach? Az egy szakma, méghozzá egy új szakma. 2013-tól lett szakma igazából hivatalosan. Hát most már egyetemeken, főiskolákon is tanítják, de sok coachképző intézmény is van. A coachképzés az nem egy olcsó mulatság. Hát óránként olyan 4000 forint alatt nem nagyon talál coachképzéseket. Egyébként nálunk más a helyzet ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Ugyanis mi azt szeretnénk, hogy tényleg mindenki számára elérhető legyen az a tudás, amit szeretnénk átjuttatni, és mindenki számára, aki elvégzi a tanfolyamainkat, tehát a képzéseinket, akkor bizonyítványt, coach bizonyítványt nyújtunk, tehát 4 coach bizonyítványt adunk ki, van egy life coach, élet coach bizonyítvány, akkor van egy happiness coach, tehát boldogság coach, akkor van egy business coach, tehát üzlet coach, és van egy leader coach, vezető coach. Tehát ez mind 6 hónap külön-külön, és ha valaki elvégezte ezt a 4x6 hónapot, akkor kap egy diplomát. Méghozzá egy általános coach diplomát, amiben benne van mind a 4 terület természetesen. Na most mi úgy csináljuk ezt az egészet, hogy bárki bármikor csatlakozhat a coach képzéseinkhez, nem csak bizonyos időben, ugyanis az egész ez egy ilyen forgó alapon van, tehát ilyen, olyan, mint a vetésforgó, tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogyha valami éppen most folyik, és mondjuk a következő hónapban annak az illetőnek elmaradt a most folyó képzés, semmi gond, mert 24 hónap múlva hozzáfér ahhoz a képzéshez, és az egész úgy van kialakítva, hogy ezt meg lehessen csinálni. Tehát én nem tudok még olyan képzést, ahol gyakorlatilag ilyen módszerrel csinálnák, hogy bármikor be lehet csatlakozni, nem csak egy bizonyos időszakban. Tehát ide becsatlakozhatnak az emberek bármikor, akár éjjel-nappal, akár lehet az hétvége, tehát teljesen mindegy, és gyakorlatilag el tudja kezdeni a coach képzést. Hát
Na nézzük akkor inkább tovább. Van egy küldetésünk, ami négy részre van bontva. Kihozni az emberekből a legjobbat és a legtöbbet, átadni az emberek számára azt a tudást és azokat a képességeket, ami által az emberek képesekké válnak arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek, tehát hogy az élethelyzeteiket helyesen kezeljék, a problémáikat megoldják, illetve megelőzzék, a céljaikat megvalósítsák. Ha az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnének, akkor aranykor lenne, tehát mi nekünk a feladatunk a bolygó számára elhozni az aranykort, illetve az emberiség számára elhozni az aranykort, ehhez minden tudásunk és feltételünk adott, hogy ezt megtegyük. Nem az a kérdés egyébként, hogy tudásban át tudjak-e adni az embereknek a tudást, az elméletet és a gyakorlatot, nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy leszünk-e annyian, hogy meg lehessen valósítani az aranykort. Na most ehhez kell 280 millió általunk szervezett coach. Tehát 280 millió a bolygón, de nem olyan, aki csak elvégezte a coach képzést, hanem aki képes átadni a tudást mások számára. Na most, ha nem lesz átadva ez a tudás, nem tudom, tudják-e, hogy én egy olyan ember vagyok, hogy kapok információkat felülről. A bolygón van egy jó pár ember, aki kap információt a teremtőtől, vagy teremtőnktől, de nem mindegy, hogy milyen szinten. Ugyanis különböző emberek, akik a világban, Magyarországon is van egy pár, aki kap információkat, csak nem mindegy, hogy kitől, tehát milyen szintű teremtőtől, vagy teremtőktől kapják. Na most... akkor ezzel kapcsolatban hadd mondjak egy információt, jó? Jézus kapott valamilyen szintű teremtőtől információt annak idején, és gyakorlatilag ugyanattól kapom az információkat, mint akitől Jézus kapta annak idején. Tehát ugyanabból a forrásból jön az információ. Tehát gyakorlatilag különbség nincs a közt, amit ő tanított, vagy amit én. Különbség az, hogy ez a jelen, az meg a múlt, és ugye abból a múltból egy csomó mindent eltitkoltak, tehát abból a tanításokból egy csomó mindent eltitkoltak, hogy az emberek ne jussanak hozzá a teljes jézusi tanításhoz. Na szóval a lényeg az, hogy azért mondom, hogy nem mindegy, mert például Jehovától is van, aki kapott információkat, vagy kap információkat esetlegesen, az egy teljesen más szintű teremtő, jó, mert az egy büntető Isten. Jó? Na szóval lényeg az, hogy miért kapom ezt az információkat? Azért, hogy aranykor legyen, mert ha nem lesz aranykor, akkor ez az emberiség eltűnik úgy a földszínéről, hogy írmagja sem marad. Tehát hírmondója sem marad. Miért? Azért, mert úgy működik a jelenlévő emberiség, tehát a jelenlegi emberiség, hogy a bolygón minden ötödik ember elnyomó. És mivel minden ötödik ember elnyomó, ezért ha mondjuk 10 ember maradna a bolygón, 10 ember túlélne, akkor abból 2 már elnyomó lenne, és maradna minden a régiben. Mert azért boldogtalanok az emberek, mert jelen van az elnyomás. Mert mondom, a bolygón minden ötödik ember elnyomó. Tehát ott, ahol az emberek boldogtalanok, ott mindenütt jelen van az elnyomás. És az elnyomók bőszen tevékenykednek. Miért tudják ezt megcsinálni az elnyomók? Nagyon egyszerű oka van, mert alapvetően az emberben van egy alapfokú félelem. Tehát egy félelem, és erre a félelemre rá lehet építeni azt, hogy az ember elnyomható legyen. Tehát egy olyan lény, amelyikben nincs félelem, azt nem lehet elnyomni. Csak azt a lényt lehet elnyomni, amelyikben van félelem. Világos ez? Na most, mivel ezt az emberiséget úgy hozták létre, hogy legyen bennünk félelem, ezért vagy kinevelődünk ebből a félelemből, tehát vagy felfejlődünk egy olyan tudatossági szintre, hogy ne féljünk, vagy semmi értelme nincs annak, hogy akár még ez az emberiség mondjuk további 100 évig is éljen.
Tehát semmi értelme. Ugyanis azáltal, hogy az ember fél, ezáltal nem csak elnyomható, hanem manipulálható, sőt, hipnotizálható, és mindenféle érdekek befolyásoltságává lehet tenni. Tehát, hogy mindenféle külső érdekek, vagy akár belső érdekek, negatív érdekek befolyásolják az emberek életét. Jó, és tehát vagy felfejlődik az ember elég olyan szintre, hogy tudatos legyen és ne féljen, vagy semmi értelme ennek az emberiségnek, hogy éljen. Miért? Miért nincs? Azért, mert olyan technikai szintet értünk már el, tehát addig semmi gond nem volt, míg ez a technikai szint nem volt. Azért, mert elértük ezt a magas technikai szintet, ami még viszonylag a világegyetemben nem túl magas, de mégis ahhoz képest, hogy még nemrég karddal kardoztak 1-200 évvel ezelőtt az emberek, hát ahhoz képest már igen magas technikai színvonal van, és egy olyan lény, amelyik elnyomható, amelyik manipulálható, amelyik hipnotizálható, amelyik fél, mit fog csinálni ilyen tulajdonságok mellett? A technikát rossz célra használja. Tehát például leigázásra használja. Vagy nem így van? És addig, míg az ember nem tudatosodik, és fél, félelemben lévő ember, homo sapiens, addig sajnos ez a helyzet fennáll, és ha az ember örökké maradna ilyen nem tudatos, mint amilyen most, akkor örökké benne van az emberiség életében az, hogy manipulálható, hipnotizálható, és ezáltal félelembe tartható, elnyomásban tartható. És mit csinál? Kitör, gyilkol, öl. Oké? Egyik pillanatra a másikra kiszámíthatatlan dolgokat művel. Ha kell, megnyomja a piros gombot, hogy felrepüljenek a rakéták. És nem gondolja végig, hogy annak mi lesz a következménye, mert nem elég tudatos. Tehát egy ilyen emberiség van most a bolygón. És vagy felfejlődik, és tudatos lesz, vagy úgy, ahogy van, az egész el lesz törölve. És ha kell, ehhez még eltörlik a bolygót is. Jó? De nem lesz ilyen eset, azért nem lesz. Mert mindenféleképpen lesz aranykor, ha kell, akkor pár millió emberrel megcsinálva a bolygón, és a többi meg megy a levesbe. Hogy oldják ezt meg? Meg tudják oldani. Nagyon egyszerű módja van. Hát akik idősek, azoknál nem gond, mert úgy élik meg, tehát előbb-utóbb úgyis meghalnak fiataloknak, meg egyszer le lehet állítani a szívét. Meg tudják csinálni. Célszentesíti az eszközt. Meg mindig humánusabb, mint hogyha mondjuk egy atomháború lenne, nem? Nem humánusabb? Tehát például valaki lefekszik, azt nem kell föl, mert leállították a szívét. Meg mindig humánusabb, mint hogyha mondjuk hosszú szenvedések után halna meg, nem? Jó, úgyhogy... De ez nem rossz hír, nehogy azt higgyék. Az a rossz hír, hogy az ember elnyomásban él. Az a rossz hír, hogy félelemben van tartva. Az a rossz hír, hogy nem elég tudatos. És az a jó hír, hogy bárki képes arra, hogy kilépjen ebből az elnyomásból, kilépjen ebből a nem tudatosságból. Bárki képes arra, hogy tudatossá váljon. Bárki képes arra, hogy megszüntesse a félelmeit, nem egyik pillanatról a másikra, természetesen. De bárki meg tudja csinálni. Nyilván, hogy segítséggel, önállóan, nagyon-nagyon kevés ember tudná megcsinálni a bolygón, az egészhez képest. De segítséggel meg tudják csinálni az emberek. Mi a mai témán, tudjuk? Az etikus élet pozitív hatása.
Az etikus élet pozitív hatása. Köszönöm. Mónira mindig számítatok ebben kapcsolatban, így van. Tehát az etikus élet pozitív hatása. Na, akkor nézzük csak. Van egy nagyon fontos része a képzéseinknek, ez pedig az etika. Az etikát azt az alapok alapjának tartjuk, ugyanis az ember, hogyha etikusan működik, akkor pozitív energiákat fog létrehozni, és pozitív energiákat fog kiközvetíteni, és ez azt jelenti, hogy pozitív energiákat fog visszakapni. Jó, tehát a világegyetemben úgy működik, hogy az energia az nem vész el, csak átalakul. Jó? És ami annyit jelent, hogy ha az ember kibocsájt energiát, akkor ahelyett ugye kapnia kell energiát, és mit kap az ember, hogyha pozitív energiát bocsát ki? Hát pozitív energiát. Ha negatív energiát bocsát ki, akkor pedig negatív energiát kap vissza. Na most, mivel az etikus és az etikátlan cselekedet az tisztán energia, tehát egy etikátlan cselekedet negatív energia, minél etikátlanabb, annál negatívabb, minél etikusabb egy cselekedet, annál pozitívabb energiát bocsát ki vele az ember, és ennek olyan hatása van az emberi lényekre, hogyha valaki pozitív energiát kap, akkor jobban lesz, ha valaki negatív energiát kap, akkor rosszabbul lesz, mondom kap, ha pedig valaki pozitív dolgokat cselekszik, és ezáltal pozitív energiát ad, akkor pozitív energiát fog visszakapni, tehát jó dolgok fognak vele történni. Ha pedig negatív energiát bocsát ki, tehát negatív dolgokat cselekszik, és másoknak kárt okoz, mondjuk idézőjelben, akkor ő negatív energiákat fog visszakapni. Miben jelentkeznek ezek a negatív energiák, tehát a problémákban? Milyen problémákban? Négyféle probléma van, ebben besorolható minden. Betegség, baleset, családi probléma, anyagi probléma. Jó, ide besorolható bármilyen probléma, ami éri az embereket. És lényeg az, hogy aki nem cselekszik etikusan, de erre azt mondják, hogy a laikusok, tehát a nem hozzáértők, azt mondják, hogy a jó cselekedet az nézőpont kérdése. Hát én erre azt szoktam mondani, hogy anyátok az nézőpont kérdése, mivel pontosan meghatározható, hogy mi az etikátlan és mi az etikus. Tehát azok mondják azt, hogy nézőpont kérdés a helyes cselekedet, akik bután akarják tartani az embereket. Szó szerint. Tudatlanságba akarják tartani az embereket. Jó, tehát lényeg az, hogy vannak égi alapelvek az etikával kapcsolatosan. Nem is sok számú, de nem egy-kettő. És ezeket az égi alapelveket, ha az ember betartja, most csak egyet fogok belőle elmondani, max kettőt, lényeg az, hogy mi ezeket az égi alapelveket tanítjuk a coach képzéseinken. És mint mondtam, van az alapok alapja, az pedig az etika coach képzés. Van még öt alapképzés, de azok nem az etika, vagy azok nem az alapok alapja. Tehát az alapok alapja az etika coach. És például ilyen szabályok vannak az etika coachban, hogy ne tegyél olyat, amit nem szeretnéd, ha veled tennének. Vagy például ne tegyél olyat, ami a többség érdekében. Tehát ami a többség, hogy is van, ne tegyél olyat, ami a többség érdeke ellen van, köszönöm, így van, nem jutott eszembe az szó, köszönöm, ami a többség érdeke ellen van. Jó?
Tehát hirtelen most két szabály ezzel kapcsolatban, de vannak még további szabályok is természetesen az etikában. Hát ugye nem gondolják, hogy most mondjuk 30 órányi anyagot le fogok adni mondjuk a következő 15 percben. Jó, tehát maga ez az etika kócsképzés, ez 30 óra, mint bármilyen más egyéb képzés, 30 óra, és jelenleg 24 kócs témában nyújtunk tudást az embereknek. Bolygó szinten, hogyha kicsit utána néz, nem talál olyan kócsképző szervezetet, amely 24 különböző kócs témában adna tudást. Tehát nincs olyan. Tehát nem létezik. Rajtunk kívül természetesen. Mennyien nyújtjuk a kócsképzéseket? A 30 óra kócsképzés az óránként az első hónapban 600 forint, a második hónaptól pedig 300 forint. Miért több az első hónapban? Mert azzal, hogy valaki elkezdi, avval van egy kis plusz munka. Milyen egyszerű. Jó? Tehát ezért több. Az első hónap több, utána pedig végig árgarancia van azoknak, akik elkezdik a képzést. Ez most ennyi, tehát az első hónap az 18 000 forint, a második hónaptól pedig árgaranciával két éven keresztül 9 000 forint. Azok, akik most elkezdik, akik később kezdik, azoknak nem biztos, hogy ennyibe fog kerülni. Jó, mint már ugye azóta, mióta elkezdtük a kócsképzéseket, voltak áremeléseim természetesen. Na most, hát nem hogy kócsképzés, de semmilyen képzést nem tud az ember mondjuk óránként 300 forintért kapni. Egyébként amilyen képzést most tartunk a második részben, ugye a második részben szervezés kócsképzést tartunk, és ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy láttam egy szervezetet, amelyik hasonló dolgokat tanít, tehát mint amit ebben a hónapban tartunk. Kettő napban, tehát 16 órában, tehát fele időtartamban tanítja, mint amiben mi. És azért nem azt tanítják, amit én. Jó, azért maradjunk ennyibe. És 275 ezer forint, ja nem, 295 ezer forint plusz áfa a kettő nap. Tehát 295 ezer plusz áfa a kettőnapos képzés. Jó? Nekünk meg egy kezdőnek ugye 18 ezer forint, egy haladónak, aki már mondjuk legalább a második hónapja itt van, annak meg 9 ezer forint. Na most van egy olyan akció, ezt is érdemes figyelembe venni, hogy aki mondjuk, aki ketten kezdik el, hozzátartozók ketten. Tehát lehet hozzátartozó akár szülő, vagy nagyszülő, vagy gyerek, vagy testvér. Jó? Tehát hozzátartozók, ha együtt elkezdik, akkor nem 36 ezer forint az első hónap, hanem csak 22 ezer. És a második hónaptól nem 18 ezer forint, hanem csak 12 ezer forint. Tehát két személynek, és természetesen mind a kettő ugyanúgy megkapja a bizonyítványokat, meg a diplomákat. Jó? Tehát ez egy lehetőség azoknak, akik ebben esetleg szeretnének élni. Na szóval visszatérve a témánkhoz, mi is a témánk? Az etikus élet pozitív hatása. Tehát ha erre visszatérünk, akkor következők ezzel kapcsolatban a tapasztalataink. Jó? Tehát azok az emberek, akik elkezdenek etikusabban élni, tehát egy kicsivel etikusabban élnek, azok elkezdődnek kevesebb problémával rendelkezni. És kezdenek ugye az életük úgy helyre jönni, helyre alakulni, és minél inkább etikusan éli az ember az életét, annál inkább
kezd az élete helyrejönni. Na most, az etikánál van egy óriási probléma. Ez pedig a következő, ugye mi értelmezésünkben mi az etika? Tehát erkölcs, becsület és tisztesség. Tehát erkölcs, becsület, tisztesség. Ugyanaz persze, csak más sorrendben mondtam. És ezen belül ugye vannak az égi alapelvek, amit az ember betart, illetve megismer és betart. Na most, nem az a baj alapvetően az embereknél, ugye ez a legnagyobb probléma az etikával ma a világban, hogy nem az a legnagyobb probléma, hogy az emberek többsége az etikátlan. Tehát amíg ilyen etikátlanságokat csinálnak, az ilyen picike, picike. Tehát így nem csinálnak olyanokat, mint régen, hogy itt a mentek, az gyilkoltak, állandóan harcoltak egymással, meg legyilkolták a szomszéd falunak a népét, hogy megszerezzék a földjüket. Szóval manapság már ilyeneket nem csinálnak emberek alapvetően, meg nem csinálnak olyanokat, hogy elmennek Amerikába, átruccannak, aztán legyilkolnak egy pár millió indiánt. Tehát már valahogy ilyeneket nem csinálnak, hála Istennek, meg olyat se csinálnak, hogy itt tudom én, fogják aztán egy elmebeteg gigantomániás hatására fölfegyverkeznek, aztán legyilkolnak több tízmillió embert. Tehát már hála Istennek ilyenek nincsenek. Mi a legnagyobb etikátlanság most? A mulasztás. A mulasztás. Amit az ember megtehetne, és mégse teszi meg. Bolygó szinten ez a legnagyobb probléma. Hogy az emberek például karba tett kézzel várják a megoldásokat. Most a karba tett kézzel váró megoldásra az a válasz, hogy jönnek a tévéből, dőlnek meg a különböző média csatornákból a nagyobb baromságoknál nagyobb baromságok. Ami nem okosítja az embereket, hanem szó szerint elhűíti. Nyilván néhány kivétellel, tehát néhány adás, de hát hiába van mondjuk, hiába vannak normális, egy-egy normális adás, hogyha mondjuk százszor annyi abnormális adás van a különböző média csatornán. És ennek köszönhetően szó szerint látni, hogy az emberek nem fejlődnek, hanem visszafejlődnek. Tehát szó szerint visszafejlődnek. Nyilván mindig tisztelet a kivételeknek, kivételek azért vannak, de a többséget megnézzük, mondjuk a 70%-nál ezt lehet látni. Hát 70%-nál azt lehet látni, hogy nem fejlődnek, hanem visszafejlődnek. És ugye ez annak köszönhető, hogy az emberek gyakorlatilag azt gondolják, hogy cselekvés nélkül úgy megoldódnak a dolgok. Hát nem tudom, önöknek az életükben nézzék már meg. Mindenki nézze vissza csak a saját életét, ezt az életét, amire vissza tud emlékezni. Cselekvés nélkül mi a fészkes fenét tudott megoldani? Egy dolgot mondjon. És nem fog tudni. Tehát mindenhez kellett valami cselekvés, nem? Hogy megoldódjon. Nem így van? És az emberek most azt csinálják, hogy várják a szerencsét, vagy Jézust, vagy mit tudom én, micsodát, vagy jönnek az UFO-k, vagy majd a Földön kívüliek, mit tudom, a teremtőink megoldják, hogy majd valaki megoldja kívülről, mert ez nem lehet sokáig úgy, hogy ennyire menjenek lefele lelkileg az emberek. És akkor majd valahogy ez megoldódik. Tehát ugyan nézzük már meg, hogy az elmúlt pár ezer évben hányszor jöttek le az UFO-k, azt oldották meg a kérdést, vagy hányszor jött le Jézus, és oldotta meg a kérdést, vagy hányszor jöttek valamilyen szintű teremtők, aztán megoldották a kérdést. Hát talán egyszer sem, nem? Tehát mondjuk az elmúlt 15 ezer évben nem nagyon volt erre példa. Na most akkor jó, akkor történelmet nézzünk, akkor mondjuk elmúlt 6 ezer évet nézzünk. Ugye a Biblia az 6 ezer évre megy vissza. És akkor onnantól kezdve megnézzük az elmúlt 6000 évet, tudunk-e ilyenről, hogy jöttek és megoldották.
Nem mindent véletlen az embernek kellett megoldani, nem? De hát persze, hát a hatalomnak az az érdeke, hogy várják az emberek a nagy semmit, nem? Mert ugye a nagy semmit várják. Ne tegyenek semmit, ez a lényeg. És ha az emberek nem tesznek semmit, akkor ők szépen a zavarosban halászhatnak, nem? És teljesen elhűíthetik az emberiséget. Nem így van? Mert az emberek hagyják, mert hát majd megoldódik valahogy. Nem? Nem ez van. Hát ez van. Ez van. Hát az emberek kívülről várják a megoldást. Hát mi a megoldás? Egyetlen egy megoldás van. Mindenki egyénileg kezdje el fejleszteni magát. Ez a megoldás. Szellemileg. De ezzel is gondok vannak. A szellemi fejlődéssel. Azért, mert az egyének azt hiszik, a szellemi fejlődés az úgy működik, hogy fogják és valamilyen ágazatba elmennek. Tehát úgy értve valamilyen ágazatba, hogy a szellemi fejlődés valamilyen szűk szegmensébe elkezdi magát fejleszteni. Na most akkor kérdezem én, hogy az élet nem arról szólna, hogy az embernek ne legyenek problémái, és boldogan élje az életét? Nem erről szólna az élet? Na most, ha az ember nem tudja, hogy hogy előzze meg a problémákat, akkor fogja boldogan élni az életét? Ki van csukva? És akkor azt gondolják emberek, hogy a tudatosodás az valamilyen majd találok erre valamilyen kifejezést előbb-utóbb úgyis. Hát nem, hanem mit tudom, elmennek olyan irányba, hogy mondjuk természetgyógyászat, vagy pránanadi, vagy mit tudom én, vagy agykontroll, vagy mit tudom én, vagy akármi, de mondhatnánk még ilyeneket, és nem tudom, ezeken a helyeken az élet minden területére adnak megoldásokat? Mondom, az élet minden területére. Nem, sehol. És akkor azt hiszik az emberek, hogy az a megoldás, hogy valamilyen spirituális irányzatba elmegy. Hát a megoldás az, hogy az ember képes legyen minden élethelyzetét helyesen kezelni. A megoldás az, hogy képes legyen a problémáit megoldani, nem? De a leginkább arra legyen képes, hogy megelőzze a problémáit, nem? Tehát én nem tudom hány természetgyógyászt ismerek, de én nem gyógyítanám náluk magamat. Mert olyan rossz állapotban vannak, hogy én azokhoz képest szuper jó állapotban vagyok. Tehát tőlem kapnának energiát, nem ők adnának energiát nekem. Szóval nem értem a kérdést, hogy egyszerűen nem látják át az emberek, vagy lehet, hogy direkt azért van ez, sőt biztos, azért csinálják ezt, hogy az emberek tényleg menjenek el ilyen különböző ágazatok irányába, és véletlenül se tanulják meg megoldani a problémájukat. Mert ha nem tudják megoldani a problémájukat, akkor tök jó, mert akkor rossz állapotba fognak kerülni, mert minél inkább egy ember nem tudja megoldani a problémáit, annál inkább rossz állapotba fog kerülni, és minél rosszabb állapotú egy ember, annál manipulálhatóbb. Király. És akkor lehet ágazatokat tanulni, csak probléma megoldás az nuku. Mert szép dolog az, hogy mit tudom én, segítünk embereken gyógyulni, és magunk mi lesz? Hát hogy akar valaki gyógyítani úgy, hogy ő neki az energiái a padló alatt vannak? Hát hogy? Tehát nem egy-két olyan ember jelentkezett már ide hozzánk, aki természetgyógyászatnak vallotta magát, és megláttam, és azt mondtam, hogy Atya, Úr, Isten, ki megy ehhez az emberhez? Mert én biztos nem mennék. Jó, tehát nem leértékelem a természetgyógyászatot,
De régen a természetgyógyászatot jó állapotú emberek művelték. Olyan emberek, akiknek nem voltak problémáik, mert megoldották a problémáikat. És ezáltal jó állapotban voltak. Most, hát a spirituális embereknek szinte több problémájuk van, mint a nem spirituálisoknak. Ezt látom. De szó szerint. Miért? Mert még ugye megetetik a spirituális embereket avval is, ráadásul, hogy a pénz az az ember ellensége. A pénz az a gonosz. És onnantól kezdve teljesen negatív a hozzáállása a pénzzel kapcsolatban, és persze az embernek, amivel kapcsolatban negatív a hozzáállása, ott nem fog azon a területen jó dolgok történni. Tehát bármilyen területen, ahonnan bárkinek arra a területre vonatkozva negatív a hozzáállása, hogy a fészkes fenébe vár arról pozitív visszacsatolást. Hát az lenne a világ csodája. Fizikai képtelenség, hogy ez így működjön. De hát egy olyan világban élünk, hogy sajnos még az életünk része például a pénz is, nem? És ha valaki ellensége a pénznek, akkor ne csodálkozzon, hogy a pénz is ellensége neki. Vagyis a pénznek is ellensége ő, akarom mondani. És akkor nem tudja az életét megoldani. Mert miért? Mert egyszerűen képtelen arra, hogy anyagi dolgait megoldja. Tehát volt már valaki anyagilag rossz helyzetben? Kezeket? Én is voltam. És jó érzés volt? Akkor miről szól a történet? Tehát nem imádni kell a pénzt, nem erről szól a történet. Hát ott kell tartani a pénzt, ahol a helye van. Csereeszköz. Csereeszköz. De ahhoz, hogy az ember mint csereeszköz tudja működtetni, ahhoz kellene cserét adni. Olyan, ami az embereknek jó, és amire az embereknek szükségük van. És ugye alapvetően azon kívül, hogy vannak a létszükségletek, mi a legnagyobb szükséglete az embernek? Hát az, hogy a problémáit megelőzze, nem? Meg a problémáit, ha esetleg keletkezik, megoldja, meg az élethelyzeteit a mindennapokban, holnap, holnap után, ma meg tudja oldani, és jól kezelje az élethelyzeteit. Jó? No szóval, egy etikus élet, amilyen szinten tanítjuk az etikát mi, én soha sehonnan, sehol nem hallottam. Ami azt jelenti, hogy nyilván a tanulmányaim is benne vannak az etika képzésben, de ilyen részletességgel, és ilyen módon, és ilyen szabályokkal sehol nem tanították nekem. És ezáltal semmilyen más szervezettől nem hiszem, hogy ezeket az információkat az etikával kapcsolatban lehet megkapni. Mert ott van például a Bibliában a 10 parancsolat. Ez a, itt a ne ülj, ne lop, ne kívánd meg fele barátod feleségét, stb. 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 Jó? Tehát itt van a... Hát az is jó, csak... abban valahogy nincs benne az, hogy de miért ne tegyem? Nem? De nincs benne, hogy miért ne. Főleg a mai világban, amikor köztudatban az van, hogy miért ne tegyem. Mert ez van. Az emberek így működnek, hogy miért ne tegyem? Hát most kit érdekelnek a szabályok? Mit tudom én, 130-szal lehet menni az autópályán, bizonyára önök is szoktak néha ott közlekedni, látnak-e néha olyan autókat, hogy így mennek el mellettük. Miért? Azt mondják, hogy miért ne? Nem? Miért ne tegyen? Hát nincs ott fal, hogy ne tudjak menni 130-nál többel, és megy. Nem? Tehát nézzék meg,
vannak egy csomó szabályok, parlamentben létrehozzák a szabályokat, és azok sértik meg leghamarabb. Nem? Miért? Mert azt mondják, hogy miért ne. Hát egy ilyen világot élünk, ahol mindenütt az van bele nyomva az emberekbe, hogy miért ne. Miért ne tegyen? Nem így van? Na hát, hogy akarunk akkor egy 10 parancsolattal elérni azt, hogy miért ne sértsék meg a 10 parancsolatot? Vagy nem sértik meg az emberek? Kevés az olyan ember, amelyik a 10 parancsolatból legalább egyet-kettőt ne sértene meg időnként. Nem? Bolygó szinten. Főleg itt Európában, aztán végképp. Na szóval a lényeg az, hogy egy olyan világot élünk, amit rendbe kellene rakni. És ez sok ember feladata lenne a bolygón. És aki velünk találkozik, annak az a feladata, hogy létrehozzon egy új korszakot. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy létrehozzunk egy új korszakot, amit úgy hívnak, hogy aranykor. És ezt meg kell csinálni. Erre van 2070-ig időnk, érkezésünk. Ha csináljuk a dolgunkat, én megélem, az biztos. Jó? Bár ugye azt gondolná az ember addigra, hogy hány éves lennék, az nem érdekes, hogy ki hány éves. Nem az számít, hogy ki hány éves, hanem az számít, hogy ki milyen szinten vesz részt. Miért? Hát azért, mert aki az aranykorba bekerül, ne azt gondolja már, hogy átlag 75 évet fog élni. Ilyen egyszerű. Jó? És ez hogy lesz megoldva? Én ezt tudom, hogy hogy lesz megoldva, ilyen egyszerű. Jó? Erről már egyébként már sokszor beszéltem, csak most nem fogok beszélni, mert ez a képzések helye igazából. No szóval, tehát beváltani azokat a jóslatokat, miszerint ez időtáj a Kárpát-medencéből, mit indítottam el, nem ezt kell nyomni, hol van ez az? Ja, most kapcsoltam ki. A Kárpát-medencéből indul el a szeretet, béke és a boldogság tudása. Miért pont a Kárpát-medencéből? Ennek több oka van, de ezt se tudom most elmondani, mert nem fér bele. Jó? Tehát több oka van. Hát itt felsorolnám azt, hogy miért lenne jó önnek, de már nincs rá idő. Oké? Tehát személyesen miért jó önnek. És akkor itt van egy pár régi alapelv is. Itt a végét nézzük meg. Az életben való boldoguláshoz három dolog szükséges: szellemi fejlődés, mindennapokban használható tudás, illetve módszerek, megélhetést és szabad életet biztosító üzleti foglalkozás. Tehát azt gondolják emberek, hogy tanulnak dolgokat, és akkor meg fog változni az életük. Tudja, hogy hogy változik meg az embernek az élete? Ha rákényszerül. Tehát van egy külső kényszer arra, hogy megváltoztassa az életét. Ha nincs külső kényszer, nincs változás, csak kismértékű. Csak az embernek nem kismértékű változáson kellene átmenni, hanem nagyon komoly változáson. Kezdjük azzal csak, hogy van 7 lelki szint, és el kellene érni a 7. lelki szintet, és a legtöbb ember az 1-es, 2-es lelki szinten van. Tehát igen komoly fejlődésen kellene átmenni az embereknek, ahhoz, hogy a 7. lelki szinten tudják befejezni ezt az életüket. Ami akkor nem is lenne rövid egyébként. No szóval, de ha az ember nem veszi ezeket figyelembe, akkor ugye mi fog történni? Csak fejlődni gondol, tehát tanul, hogy fejlődik, és gondolja, hogy fejlődik. És mi kell ahhoz, hogy az ember ténylegesen fejlődjön? Tehát egy külső kényszerítő erő. Nézze meg például, valaki meghalt, visszajött az életbe, mondjuk pár perc
után visszajött az életbe, és utána sokan azok közül átértékelték az életüket, és elkezdtek egy komoly változáson átmenni. Vagy, mit tudom én, mondjuk valakinek egy olyan betegsége volt, utána a betegségből egy komoly változáson ment át, tehát egy külső kényszer. De most ne akarjon már negatív kényszerítő erőt. Jó? Inkább pozitív kényszerítő erőt akarjon. Na mi a pozitív kényszerítő erő? Egyetlen egy pozitív kényszerítő erő van csak, és ez pedig a csapat. Tehát a csapat érdekében fejlődik az ember, hogy mindig tudjon több lett tudást átadni azoknak az embereknek, akik ott vannak. Na most. De honnan lesz az embernek csapat? Munkahelyen az a csapat? Nem. Az a csapat, amit ön szervezett meg. Ön hozott létre. Nem más. Ön. Ha nem ön hozta létre, az nem az ön csapata. Világos ez? Az az ön csapata, amelyik öntől indult ki. Vagy ön, vagy az ön emberei hozták létre. Vagy az ön embereinek az emberei hozták létre. De öntől indult ki. Na hol fogja tudni ezt megcsinálni? Hogy legyen egy ilyen megélhetést és szabad életet biztosító üzleti foglalkozása, ahol önnek legyen egy csapata, méghozzá egy folyamatosan növekvő csapat, amely rákényszeríti, idézőjelbe a kényszerítés szót, arra, hogy ön fejlődjön. Hol tud máshol, ha nem itt? A PPA-ban ez ki van alakítva, hogy ezt meg tudja csinálni. És ezt teljesen díjmentesen teheti meg. Ezért nem kell egy megveszekedett forintot sem fizetni. És ő létrehozhat egy csapatot. Egy olyan csapatot, akik először tanulókból állnak, utána pedig tanulókból és szervezőkből. Akik hoznak ismerősöket tanulni, fejlődni. És akik szintén hoznak ide ismerősöket tanulni, fejlődni. És úgy van kialakítva a rendszer, hogy a bevételeknek a 70%-a visszamegy a szervezőknek. Ki van fizetve? Tehát ki van fizetve? Tehát az összes bevételnek a 70%-a az ki van fizetve azoknak, akik részt vesznek a szervezésben, közvetlenül vagy közvetve. A vezetők ugye közvetlenül és közvetve, akik szerveznek, még nem vezetők, azok meg ugye közvetlenül kaptak, részesednek. Tehát ugye én a PPA-ban vagyok 93 óta, ugye én hoztam létre, én azóta szervezek embereket a PPA-ba. Volt, amikor kevesebbet, volt, amikor többet, most éppen itt a több fokozatban vagyunk. Tehát most az az időszak van, amikor többet. Tehát én nem csak vezetem az embereket, hanem hozok is embereket. Mai napig is rendszeresen. Nem könnyű így egyszerre mindent csinálni, meg még vezetni is az egész szervezetet, meg még kidolgozni a képzéseket is, meg stb. Stb. Nem baj, de szeretem. És nem fárasztó számomra. És az pedig, hogy emberekkel tudok lenni, az pedig az életem legszebb pillanatai mindig. Jó, úgyhogy az embereknek fel kell fejleszteniük a tudatosságukat a hamarosan beköszöntő aranykor követelményeihez, különben sajnos nem élhetik meg azt, az aranykor a boldog teremtő életről szól. Tehát ezek az égiek legfontosabb üzenetei. Hát nyilván most nem volt érkezésem a előző hatot megmutatni. Hiszük, hogy a Nyílt Akadémia és a PPA segítségével ön is sikeres, boldog ember lesz. Ha tetszik önnek a felkínált lehetőség, akkor érdemes gyorsan rendezni a Nyílt Akadémia ember és életjobbító coachképzésének most nagyon kedvezményes tandíját, hogy minél előbb hozzájuthasson a tudáshoz. Fejlődésért kezdje el használni a ppa.hu weboldalunkat, vegye fel és tartsa fenn a kapcsolatot a PPA-s vezetőjével, mindenkinek van saját személyes vezetője,
és az élete minden területén sikeres, boldog ember lesz, ebben tudunk segíteni. Örülök, hogy elmondtam, tájékoztathattam önöket erről a korszakalkotó életjobbító megoldásról. 15 perc szünet után coachképzésünk lesz, méghozzá a szervezés coach képzésünk. Tehát nagyon jó lesz egyébként ez az egész havi téma. Ez egy teljesen új dolog, amit most az embereknek átadok. Ebből még képzést sose tartottam. Úgyhogy várjuk szeretettel következő rendezvényünkön, ami most ön először van itt vendégként, vagy az interneten keresztül, és olyan személy társaságában nézi az előadást, akinek jogosultsága van arra, hogy igénybe vegye ezt az előadást. Tehát ön társa, nem csak társa, hanem együtt nézik az előadást, akkor ön a második részen is részt tud venni, ha szeretne természetesen. Várjuk szeretettel tehát 15 perc szünet után, sok sikert és minden jót kívánok, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!